Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Manéa vagyok. Önök a Tolnatáj Televízió Kultúrszoba című magazinját látják. A következő témákkal készültünk. Egyedülálló bélyeges tégla gyűjtemény. Dombováron jártunk Őri Nándornál. Hitton tábor szálkán. A szentek életével is megismerkedtek a diákok. Már 15. éve. Újra felbőgtek Gerjenben a motorok. Tolna vármegyei érték. A Nagydorogi Kalap és Sipka Múzeumban jártunk. Dombováron él, de egy ideig Kaposvárhoz kötötte a munkája. Az ottani műemlékvédelmi hivatal műszaki felelőse volt. Régiséggyűjtési szenvedélye akkoriban alakult ki. Őri Nándor egyedülálló bélyeges tégla gyűjteményének a városban található sziketertei lakótorony szolgál helyszínül. Téglagyűjtés párhuzamban van a szakmámmal. Valamikor én építési vállalkozó voltam, és adott volt az, hogy a tégla az mindennapos dolog volt a kezem alatt. Hogy az egészet még érdekesebbé tegyük, a Műemlékvédelmi Hivatalnál Kaposváron Szigetvári mérnök úrral kapcsolatban a Műemlékvédelmi Hivatalnak dolgoztam több éven keresztül. A Kaposvári Műemlékvédelmi Hivatal sok kastély és egyéb munkahelyeket biztosított az akkori vállalkozásomnak. Ezen keresztül kerültem kapcsolatba ilyen gyönyörű történelmi dolgokkal, építési dolgokkal. Végsősorban, amikor építési vállalkozóként kerültem kapcsolatba a Műemlékvédelmi Hivatallal, talán onnétól jegyezhetem, hogy megtaláltam a szépet, ami az építőiparban, mint tégla, mint kerámia, mint kályacsempe, és vele párhuzamban különböző kerámiák. Hajtotta a kíváncsisággal, megtaláltam a szépeket is. Mindre büszke vagyok, de valahol ez olyan természetes, hogy melyik anyának van, amelyek legbüszkébb a fiára. Mindegyikre büszke, így ahogyan van. Én is darabonként mindegyikre büszke vagyok, mert valamilyen formába tettem értük valamit, és most hála Isten itt van a mi körünkben. A pécsi vásárban találtam egy gyönyörű kandallókoronát, amit azóta is a látogatók messze menőkig mindenki megdicsér. Kályacsempéknek a, most úgy mondom, a gyártása az egy olyan iszonyatos művészi munka, ami messze menőkig mindig a gyártót dicséri, amikor elkészül a keze alatt. Itt lehet látni, mint ahogy említettem, a kalotaszegi 1707-es kályhacsempét vele párhuzamba a kandalló koronák sokaságát, mert itt van most hirtelen 4-5 is, és ezek mind magukért beszélnek, és magukat a mestert dicsérik. Valahol talán, ha meg is nézzük ezekbe a kandalló koronákba, hátul meg is van a mesternek a pecsétje, de rá lehet ismerni mindegyik kezemunkájára előbb-utóbb. Dombóvár és környékén, ha az ásatások során az első római korú téglák, hogy igazán a római kortól tekintsünk mai napig a téglagyártásra, ott látható fent az a két római tégla. Ez az alsóhertényi ásatás során kaptam az ottani ásató vezetőtől, a párhuzamban abban, hogy itt ő látta, hogy mennyire szükséges egy dombovári emlékre kizenni ezeket a téglákat. Én a Dombovártól 6-7 kilométerre található alsóhetény, római kori téglájánál kezdődik, és ahogy fordulunk, a téglagyártás története Dombováron kísérheti végig, kiállítás szerint, kor szerint fel van állítva a pódiumon. Maga a téglagyűjtemény több szekcióra van bontva, kezdve a Dombóvár téglagyártás története, és akkor a következő lépés a téglagyártás, a környező téglagyártás helységnevesek. Vele párhuzamban a helységnevesek fölött lehet látni a kályhacsempék és az egyéb mázas kerámiák.
és akkor megyünk tovább az évszámosokhoz, és utána pedig itt végig az átlag, az ország minden részéről található különböző téglák. A mesterek kézjegyével, és itt is lehet látni egy zsolnai kerámiát a téglák között, ami pecsételi a szép zsolnai emlékeket. Köztudott, hogy a két világháború között a téglavetés az egy megélhetési forma volt az átlag embereknek, és nagyon is örültek, hogy a téglagyár és az úgynevezett gyártulajdonos adott nekik munkát, mert bizony sok volt a jelentkezés, a jó szakembereket ő is kiválogatta. És az ott készült szép kis nyers tégláknál általában a bodri, a cica meg a kutyuli, azok nem éppen tiszteletben tartották a mi által nevezett nyers téglát, mert száraz nyelven mondva van, aki vályognak nevezi, de ezek nyers téglák, és akkor bizony ott hagyták az úgynevezett saját kis logójukat. Ez az Eszterházi vetőláda, ez egy baráti kapcsolatokon keresztül került hozzám. Ez egy osztrák grázi vetőláda, amit úgymond nagyon kevesen tudnak maguknak ilyen találni, és az úgynevezett adok-kapok és cserebere útján, hála Istennek, hozzájutottam. Dombóváron három téglagyár is működött egyszerre. Lexa, Spitzer és az Eszterházi. Köztudott, hogy az Eszterházi birtokok, nagy birtokok voltak a horvát határtól egész fel az Alom megyéig, azok az Eszterházi birtokon belül mindenhol maguknak biztosították a téglagyártást, mert az Eszterházi birtokok a két világháború között nagy iramba fejlődtek, és a téglára szükségük volt. És mind amikor említettem, hogy bizony a téglagyártást családoknak kiadták, és azon keresztül ez a szegényebb rétegnek nagyon jó meglehetés volt. Őri Nándor bélyeges téglagyűjteménye Facebook oldalán lehet előzetes bejelentkezés alapján megtekinteni a kiállítást. 20 szekszárdi általános iskolás diák vett részt egy hittan táborban Szálkán. A tematikus napközis tábor már több éve hagyomány. Ebben az évben szentek és imádságaik témát választották a szervezők. A szálkai hittantábor népszerű a gyerekek körében, a jelentkezési létszám minden évben gyorsan eléri a limitet. 20-20 gyermek vesz részt egy-egy turnusban, a tábor központja a szálkai plébánia épülete, a templom és a közösségi ház. A gyerekek háromszori étkezést kapnak, és az egyik helyi étteremben, és az egy különleges és nagyon szép helyi étteremben kapjuk az ebédet. A gyerekekkel reggel busszal jövök minden nap, jövünk segítőimmel, és délután is busszal megyünk vissza Szekszárdra, tehát ez egy napközis jellegű tábor. A tematikánk az minden évben más, amire felépítjük minden napnak ugye a programját. Ebben az évben a szentjeink és az ő imádságaikat választottuk témának, és az első napon Assisi Szent Ferenc volt, tegnap a témánk. Az ő természet szeretete, az állatok szeretete, közelsége, ami megfogott bennünket, és amire épült a tegnapi napunk, illetve a természetvédelem. Az egyik helyi vendégháznak az udvarán van egy tanösvény kialakítva, ahol mézkóstolót kaptunk, illetve minden, ami a méhezkedéssel kapcsolatos, olyan információkat. Utána szabad program volt ott helyben a gyerekeknek. Betángoztunk, társasoztunk, egérhajtó voltunk, aztán taposon mentünk körbe. Ez 18-20 különféle anyag lent, amit körbejárnak a gyerekek. Volt köztek kő, humok, kisebb zúzott kő, aztán toboz, farönkök, amin áthaladtunk, és ez nagyon jótékony hatású, és gondoltuk, hogy ez is kapcsolódik ehhez a természetvédelem, természet szeretetéhez, illetve hogy Szent Ferenc, Assisi Szent Ferenc a kőre is olyan alázattal lépett, hogy ez is Isten teremtménye. Kedden pietrelcsinai Szent Pióról tanultak a gyerekek, emellett például agyagoztak is. Mindegyik reggelünk itt indul a templomban,
amikor is énekelünk, imádkozunk, és az ő adott szentünknek az imádságát is átbeszéljük róla, és megtanultuk azokat a dolgokat, amiket mindegyik szentről majd fogunk, ugye a gyermekkoráról, aztán, hogy miért is lett ő szent, vagy miért áll közel hozzánk. Nekem konkrétan ő van a nyakamban, hát én őt viselem magamon, nekem egy nagyon kedves szentem. Most a délelőtt folyamán dr. Fusz György van velünk, aki egyetemi tanár, szobrászművész, és alkot a gyerekekkel, agyagoznak, és Pió atyával kapcsolatban, illetve amit a templomban beszéltünk az ő életéről, illetve az ő munkásságáról. A gyerekek jól érezték magukat a hétfői és a keddi napon is. Hát egy kicsit lehetne vékonyabb. Voltunk egyszer a templomba, és egy nagyon jó étterembe vagyunk. Ott nagyon finom volt a kaja. Hát most agyagoztam. Nagyon jó volt. Nagyon sok játékot játszottunk, különféle ilyen téma alapján, hogy a földnek, hogy mit tegyünk jó, hogy a szemeket összeszedjük, a műanyagot külön tegyük, újra hasznosítjuk. Tetszik a tábor, és azt tetszett benne a legjobban, hogy a pálcikákkal kellett zenére átadni a poharakat, és amikor a zene leáll, és akinél marad a pohár, az esett ki, és még a Darth Vadert ki kellett menteni, ilyen a plüss, ilyen felfordított tobozra volt téve, és ilyen kék kör volt, az volt a lába, és ki kellett menteni. Az agyagozást Fusz György egyetemi tanár, szobrászművész tartotta. Az agyagozás az egy alap dolog, szerintem mindenkinek meg kell ismerkedni vele. Ennek az a tulajdonsága az agyagnak szerencsére, hogy és azért indítja be a gondolatokat, mert nem tartalmazza soha eredeti formáját, hanem mindig valami képlékeny és változik és minden, és ezért nagyon jó a gyerekeknél a ilyen kreativitás, a gondolkodás fejlesztésében. Úgyhogy aki először ismerkedik, persze aznak még lehet, hogy újdonság, de azt mondom, hogy nagyon szépeket csináltak a gyerekek. 2024. júliusában ismét felbőgtek a motorok, és felcsendültek a legjobb dalok a Dunaparti település színpadán. 15. alkalommal rendezték meg a Gerjeni Duna Rock motoros találkozót, ahol 19 zenekar lépett fel 3 nap alatt. Gerjenen volt az ország szeme hétvégén, hiszen hazánk minden szegletéből érkeztek a rockzene és a motorkerékpárok kedvelői. Ez megint egy nagyon húzós jó fesztivál, úgyhogy egy picit megfordulhatok. Ott éppen látunk egy pakolást, 20 éves a Ród, itt lesz a szülinapja Gerjenbe. 19 zenekar fordul meg 3 nap alatt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy ilyen csütörtökünk még például nem volt, mint tegnap, hogy ennyi ember itt van. Én fantasztikusan boldog vagyok. Van, aki 3 napra jön, van, aki 2-re, van, aki 1-re, de lejön csütörtökön, szombaton. Ez mindig csak vasárnap derül ki, hogy hányan. Általában azért 3-4 ezer ember közt szokott itt megfordulni a 3 napban. Nekem nagyon sokan elmesélik, szeretnek idejönni. Valahogy úgy tudnám megfogalmazni, hogy egy ilyen idézőjeles családot. Ahol jó lenni, és szinte mindenki ismer már mindenkit. Tehát, ha jönné most velem egy kört, és megnézzét, hogy hányszor állítanak meg, csak azért, hogy megveregessék a vállam, hogy tök jó, hogy itt vagyunk, és tök jó, hogy csináljátok, ez a legnagyobb boldogság. Szerintem valami ilyet éreznek, hogy egy olyan egységet, egy olyan közösséget, amiből mai napban már szerintem kevés van. Ha majd körbenéztek, megjelentek a fiatalok, és nagyon jó látni. 10-20 évesek, mert ugye mi már ősrockerek, már azt mondom, hogy 52 évesek, persze, hogy ebbe szoktunk bele, mert mindig is jártunk. Ezért is próbáltuk úgy csinálni most a fesztivál műsort is, hogy picit nyissunk arra, hogy tényleg kimozdítani otthonról, a gép elő, a szobából. Jöjjön le! Gyönyörű a hely, élő zene van, jobbnál jobb zenekarok.
és érezze át azt, ami itt van. És ez a legjobb visszajelzés, amikor látom, hogy évről évre visszatérnek és jönnek újra. És hozza a gyerekét is. És az előbb a Christreel adott egy bemutatót a Deep Purple munkásságából. Nem biztos, hogy az a fiatal srác rákeres, vagy fiatal lány rákeres a YouTube-on, hogy ki volt az a Deep Purple, meg mi az a furcsa zongora, meg miért döntögeti a bácsi. És így tök jó, hogy ezt meg itt megkapják, élménybe. És igazából tényleg ez a kulcs szó, az élmény. Amit elviszel, és az nem két napra szól, hanem jövő ilyenkorig. Legalábbis én nagyon remélem. 120. motoros találkozóm ez. Gyakorlatilag 48 éve motorozok, sikeresen. Nagyon szeretek találkozókra járni, mert sok ismerőssel, új emberekkel meg lehet ismerködni, szép hazai tájakon. A zenekarnak is nem véletlenül ez a neve, hiszen a zenekarunk a fesztiválból nőtte ki magát, és hogy hát teljesen amatőr zenekar vagyunk, vagyis hát voltunk valamikor, amikor elkezdtük. Azóta már több tagcserénk is volt, és most éppen úgy állunk fel, hogy a fiatalok, akikkel már így körbevettük magunkat, Mezőcsi Laci főszervezővel, ugye ő a mi dobosunk. Hát róluk már elmondhatjuk a fiatalokról, hogy mindegy képzett zenész, egy kicsit könnyebb helyzetben is vagyunk. A repertoárunkat így kibővítve, most már úgy érzem, hogy teljesen elnyertük a közösség tetszését, és hát nekünk minden évben ez a fő attrakció, hogy itt fellépünk, és az idén is sikerült megtöltenünk a sátrat, úgyhogy nagyon örültünk neki. A Szent Péter színek már, be van fizetve az útkörnek, Magyarországon is a legjobb szolgáltatást nyújtja. Mert ez a fesztivál, ez a legkirály fesztivál. Ha kell, hogyha még jövő héten is tart a fesztivál, ha bár kétlem, akkor egész héten itt leszek, de valószínűleg holnap reggel megyek haza. Ott az előbb a srácokkal zenéltünk egyet, és tök jó barátság kialakult szerintem. Mezősi László rengeteg koncerten járt. Ekkor kezdte megálmodni a Gerjeni Duna Rock motoros találkozót. Szeretjük a rock zenét, szeretjük a fesztiválokat, és 2007-ben fogalmazódott meg bennünk a gondolat, hogy csináljunk egyet Gerjenben, és megtaláltuk ezt a helyszínt, egy 4 hektáros kiszáradt tómeder lényegében. Mikor még kisebb voltam, 5 éves lát, nem tudtam, mi a szoknyának, mi a dobját. Igazából ez a területen egy jó kis sátorozási pontok vannak, kialakított ligetes erdő van, ahol a sátrakat fel lehet verni. Igazából tulajdonképpen ezt győző barátom találta ki, hogy magát a helyszínt találta meg, és mikor lejöttünk, akkor le is döntöttük abban a pillanatban, hogy itt meg lesz a rendezvény tartva. A helyszínnek a színpad kialakítását, a sörsátor, mindent egybevéve úgy próbáltuk összerakni, hogy egy ilyen családias légkört tudjunk teremteni, ami úgy néz ki, sikerült is. Bízunk abban, hogy a jövő évben is ugyanígy meg tudjuk tartani a rendezvényünket, illetve hosszú távra gondolkodunk. A területet hírek vannak arról, hogy a területet eladják, nem tudunk itt tovább működni, megnyugtatott mindenkit, jó pár évünk van még ezen a helyszínen, és remélem, hogy ez így is marad. Úgyhogy tervezzük jövőre is a rendezvény megtartását, megint csak színesíteni akarunk a programok között egy jó előadás, egy jó zene megdobogtatja az ember szívét, látjuk. Volt itt romantikus lánykérés színpadon, azóta házasságot kötöttek, barátságok kötöttek itt, és nagyon fontos az, hogy a gyerekek, akik felnőttek, illetve ilyen piciként még csak itt a nyuszi motort tolták, vagy robogóztak vele, azok most már saját maguk jönnek le, és nem hagyták el a rendezvényt, sőt, ami jó benne, hogy
ugyanúgy részt vesznek a munkálatokban, jönnek segíteni, kérdezik, hogy miben tudnak, vagy hogy tudják részt venni. És utolsó sorban azt is el szeretném mondani, hogy a Dunarok Akusztik zenekar is innen született, nem véletlen az a neve, hogy Dunarok Akusztik, amiben én is játszom, és tegnap egy óriási koncertet tudtunk adni. Mondjuk hazai pálya előnye az mindig itt van, de örülök annak, hogy ez így alakul, és igazából ezek az emberek, akik ide jönnek, tényleg rengeteg barátságot kötnek, és tudnak miről beszélgetni, meg egymás motorjait megnézik. Egy ilyen rendezvénynek a megtartása óriási munka. Rengeteg támogatás, rengeteg erő kell hozzá, és itt meg is köszönöm azoknak, akik támogatnak minket, akik dolgoznak, mind fizikálisan, mind erkölcsileg, bármilyen támogatást belevéve. És én úgy gondolom, hogy ennek van jövője, és ezt nem szabad elfelejteni, hogy nem kimondottan a tévé előtt kell csak ülni, és nem ott hallgatni zenét, nem rádióban, nem a telefont kell forgatni a kézben, mert ha körülnézünk itt, hála Istennek, elég kevés embernek van a kezében úgy telefon, hogy lapozgatja. Én azt gondolom, hogy ez fontos dolog mindenkinek. Hajrá, gerjen! Hej! 1995-ben a Riedl család a Nagydorogi Önkormányzat segítségével mindenki számára megnyitotta a féltve őrzött fejfedő gyűjteményét. A Nagydorogi Kalap és Sipka Múzeum folyamatosan bővül. Immáron 250 feletti a kiállított tárgyak száma a világ minden kontinenséről. Hát ahogy mi tudunk, Artúr nagybátyánk, aki itt Nagydorogon volt plébános, az ő elbeszéléséből talán így mondhatnám, hogy az ő gyerekkorában kezdődött, mert ő Tevel közelében élt családjával, és az ő nagybátyja Hajdanán a K&K hadseregben volt ezredes. És mint K&K ezredes gyűjtött tárgyakat, akkoriban még az első világháború előttről, többek között kalapokat is, és Artúr akkoriban gyerek, szívesen látogatta meg ezt a kis gyűjteményt, és emlékében megmaradt az, hogy ez milyen szép. Valami, hogyha valaki hazahozza emlékként, az arcokat természetesen nem, de az arcokat fedő, fejfedőt igen. Hirtelen meghalt, mi örököltük mindezt a szép gyűjteményt, amit azután úgy gondoltunk, hogy legyen ez közkincs, és közkincs akkor lesz, hogyha ez valahol egy muzeális módon kiállításra kerül. És nagyon nagy szerencsénk és jó helyzet volt, hogy pincési polgármester, aki a kultúra iránt érzékeny valaki volt, felkarolta ezt, és helyet adott a múzeumnak az első helyén, ami nem az, mint ahol most vagyunk, de mindenesetre egy szép helyet, ahol azután ugyanezen installációt megvalósítottuk. Mi a család, tehát öcsém és feleségeink segítségével, és természetesen a községnek a támogatásával. A gyűjtemény most már ezen a szinten, hogy van egyszerűen egy családi gyűjtemény, tovább lépett. Pillanatilag a kiállított tárgyak darabszáma a kezdeti 50-ről most már 250-re növekedett, nem csak kalapokkal, hanem egy-egy teljes öltözett bemutatásával is. És hát ennek az első ilyen hivatalos súlyát az adta meg, hogy 6-7 évvel ezelőtt a Tolna megyei értéktárba bevették, és ott regisztrált anyag. A grúz fejfedők, azok ugye miután a gyűjtő, Stockinger Artúr ott helyben esetlegesen nem is új állapotba vette meg, lehet, hogy azok között van elég régi darab is. Az egyikben sajnos a muhaj bele is fészkelte magát, és az a szép
bolyhossága, az a nagy, hatalmas turbán egy kicsit összeesett a molyrágások következtében. A nagy bátyánk, Stockinger Artúr, ezeket a fejfedőket mindig ellátta valamiféle molyvédelemmel. Az egyik volt a bors. Tehát vásárolt bors zacskókat, és azokat tette a fejfedők alá, de az, ami még érdekesebb, hogy itt nagyon komoly dohánytermesztés folyt, ami sajnos már nincsen, és ezek a nagy dohánylevelek, ezek voltak abban a szekrényben, ahol a fejfedőket ő tárolta, állítólag a dohánynak az illatát a molyok nem szeretik. Mindig fölmerül az, hogy melyik a kedvenc darab, hát az egyik az, ami a településnek is az egyik kedvenc, az egy skót öltözet. Ezt a skót öltözetet még Stockinger Artúr hozta magával Skóciából, és miután ő nagyon szerette tanítani az embereket, tulajdonképpen néptanító volt amellett, hogy plébános, ezt a skót szoknyás öltözetet ő fölvette, és ebbe ment ki az ebédjét hazahozni. És hát természetesen akkor a település lakói azok csodálkoztak, hogy hát plébános úr, hát szoknyában van, és akkor volt módja arra, hogy elmesélje azt, hogy tulajdonképpen van olyan ország, ahol ez egy teljesen természetes viselet, és mik ott a szokások, és általában minden egyes új darabját ő így a faluban, vagy hát önkész település, a településen megsétáltatta és elmesélte azt, hogy most innen és innen jött, és ottan így élnek az emberek, tehát ő ezt nagyon tudatosan csinálta, és ezért is gondoltuk annak idején, amikor megörökültük ezt az anyagot, hogy ennek itt a helye, mert hát tulajdonképpen beleivódott az itt lakóknak a emlékezetébe. Hasonlóan a kínai gyereksapka egy érdekesség, amin apró kis csengők vannak, és maga a sapka egy gonosz arcot imitál, hogy a gonosz szellemeket elűzze, és akkor gyerek védve van. Egy érdekes része a kiállításnak az a gyűjtemény, ami ezen a posztamensen látható. Itt háromféle fejfedőből van egy meglehetősen nagyszámú gyűjtemény. Az egyik a fezek Afrika, Észak-Afrikának a jellegzetes fejfedő, ide a török vidéken is ez nagyon használatos, nagyon sokféle, nagyon tarka van közötte még olyan is, ami egyébként a Balkánról származik, és a hajdani török hódoltságnak az emléke, hogy még ma is ilyen fezt hordanak a Balkánon. Ez egy érdekes és nagyon szép tarka gyűjtemény. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Önök a Tolnatáj Televízió Kultúrszoba című magazinját látták. Viszontlátásra!